Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Valóban az előadásom egyik fókusza, súlypontja a szuperjós internet program lesz. De én úgy gondolom, hogy ennél sokkal több mindenről érdemes beszélni most. Ugye államtitkár úr bemutatta a gondolkodásunk, a munkánk kereteit, stratégiai kereteit. Tehát mi az, ami szervezi a mindennapi munkánkat. Én operatív szintre mennék le, partner szervezeteink bemutatásával, illetve konkrét programok, projektek, illetve eredmények mélyebb, alaposabb bemutatásával. Ugye ritkán esik róla szó, hogy mit nem magunkban dolgozunk, nagyon fontos partner szervezeteink vannak, szándékosan nem háttérintézményeket mondok, ezek mindenképpen partner szervezetek, kormányzati informatikai fejlesztési ügynökség, Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, és ugye itt nem szabad elfelejtenünk a társaságokat, amelyekkel napi szakmai kapcsolatban vagyunk, ugye az Antenna Hungária ZRT-t és az MVM-net ZRT-t. Minden eredményünk, amit létrehozunk, az velük közösen érhető el. Szupergyors internet projekt. Ahogy államtitkár úr említette, heti pontossággal tartjuk az ütemtervet. Ebben az évben rendkívül komoly lépések történtek. Elkészült a teljes körű felmérése a lefedetlen területeknek. Tudjuk pontosan, hogy 883 ezer háztartás az, ami még lefedetlen, nem tudja a 30 megabitet. Beszéltünk arról, hogy ennek mintegy a felét a szolgáltatók önerős vállalásokkal, saját forrásukból fogják lefedni, nagyon fontos az ő munkájuk, tehát nélkülük nem fog megvalósulni a program. Itt azért kitérnék arra, hogy a térképnek természetesen, mint minden térképnek lehetnek hibái. Tehát ezeket a hibákat a végrehajtás folyamatában kezelnünk kell. Tehát tökéletes adatbázis nincsen, ezt teljesen őszintén elmondom önöknek. A mi felelősségünk az, hogy olyan helyre ne adjunk fejlesztési forrást, ahol egyébként az infrastruktúra már rendelkezésre áll. Jogi akadálymentesítést végeztünk el. Hát konkrétan az engedélyezési határidők csökkennek. A tulajdonosi hozzájárulások, jóváhagyások jóval egyszerűbben szerezhetők meg. A jogszabályokból kiirtottuk azokat a rendelkezéseket, amelyek homályos, bizonytalan mérlegelést tesznek lehetővé, és megkeserítik a szolgáltatók hálózatépítési munkáját. Az NMHH partnerségre mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy NMHH-val nagyon jó együttműködésben dolgoztunk a projekten. Hírközlési érdekegyeztető tanács, Magyar Mérnöki Kamara, és nyilván a projektvezető, a KIFÜ mindenképpen kiemelést érdemel. Közműadó mentesség, ugye, hogyha szeretnénk, hogy haladjanak az építkezések, akkor ugyanakkor ezt ne szankcionáljuk lehetőség szerint. Tehát itt 5 évi közműadó mentességet biztosít a kormányzat az új szakaszokra, illetve azokra a meglévőkre, amelyek alkalmassá válnak a 100 megabites sávszélességre. Pénzügyi kereteket láthatjuk. Ugye augusztus végén kijött a pályázat, ezt megismerhetik a pályázók, dolgoznak rajta gőzerővel. 68 milliárd forint visszanemtérítendő támogatás, és ebből ugye visszatérítendőből 10 milliárd forintot hirdettünk meg. Még mindig infrastruktúra, iskolákról esett már szó. Ugye itt operatív szinten ki kell hangsúlyozni, hogy itt jogszabályi szinten megteremtettük a NIFI-nek a szolgáltatói kizárólagosságát. Úgy gondoljuk, hogy legyen egy kézbe az iskolák internetellátása, természetesen a piac bevonásával, tehát ez értelemszerű. Viszont azt a helyzetet szüntessük meg, hogy a sulinet az valami lassú, valami korszerűtlen, és mellette közvetlenül az iskolák, ahogy tudják, oldják meg az internet igényeiket. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen egységes lépéssel, központi NIFI-hez tereltük ennek a kérdésnek a megoldását. Tudjuk azt biztosítani, hogy minden iskola korszerű, azt mondjuk átlagosan 50 megabites sávszélességet éljen el. Természetesen ahol ennél magasabb volt eddig, annak a színvonal nem romolhat, tehát egy 100 megabites iskolánál 100 megabit lesz továbbra is természetesen. Hogyha igény van nagyobbra, akkor még ennél nagyobb sávszélességet is biztosítani fogunk. És nagyon fontos, hogy bizony voltak iskolák, vannak iskolák, ahol még semmilyen internet nincsen. Ezen iskolák számára a mikrohullámú kiépítés, tehát égető és azonnali problémáról van szó. 375 helyen 100 megabites mikrohullámú kapcsolat megteremtéséről gondoskodunk. Kormányzati hálózatok infrastruktúrális fejlesztése. A szolgáltatói oldalon egy belügyminisztériumi feladat, infrastruktúra oldalon NFM intézményeinek feladata, NFM társaságainak feladata.
Azt gondolom, hogy komoly előrelépés történt. Itt részletes előadást hallhatnak későbbiekben az MVM-net előadójától a 450-es hálózat tekintetében. Ugye itt Finnországban van egy hálózat, de ilyen korszerű hálózat nincsen még Európában sehol. Technológiai jellemzőkről fog beszélni majd az MVM-netes kolléganő. Úgy gondoljuk, hogy kiváló kiegészítője lesz a kormányzati hálózat, a meglévő kormányzati hálózati struktúráknak. Egy új eredmény, sokat beszéltünk a hálózat konszolidációról. Az államnak nagyon sok hálózata van, de nincs egységes kezelése. A közutak menti optikára kell gondolnunk elsősorban. Közeljövőben megszületik az a kormánydöntés, ami az MVM-net vagyonkezelésébe adja a közutak menti optikákat. Mit fog ez eredményezni? Nyilvánvalóan az állami távközlési igények kielégítése az legalábbis finanszírozható lesz, ezt nem mondom, hogy olcsóbb lesz, mert újabb és újabb végpontigények vannak, de legalábbis szinten tartható lesz a korábbiakhoz képest. És folytatjuk természetesen az állami hálózatok konszolidációját azzal, hogy új építkezésekre is szükség lesz. Erre viszonylag kevés Európai Uniós forrás áll rendelkezésre, de dolgozunk ennek a kérdésnek a megoldásán. Tehát mindenképpen a következő időszakban cél az, hogy a gerinchálózatot a járás székhelyekig kiterjesztük, és ilyen módon a belügyminisztérium, illetve az állami igények számára egy megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani. És gazdaságfejlesztési programok közül, amit talán érdemes kiemelni, digitalizáció ösztöndése a KKV-k körében. A jövő évben indulnak a vállalati pályázataink, de úgy láttuk, és ez sok éves tapasztalat, hogy az nem igazán hatékony, hogyha ezeket a pályázatokat egyszerűen ráöntjük a KKV-kra. Igazából nem is tudják, hogy pontosan mire van szükségük, tehát nagyon sokan nem is érzik magukat motiváltan, vagy nem tudják, hogy miért fontos az infokommunikációs fejlesztés. Úgyhogy ez az első program Kereskedelmi és Iparkamarával partnerségben, az Infotérrel partnerségben ezt a motivációs gátat fogja lebontani a vállalkozásokban. Pontosan fogják tudni, hogy mire van szükségük, és hasznos termékeket, eszközöket fognak beszerezni a későbbi vállalati pályázatokban. Mérnök hiány csökkentéséről beszélt államtitkár úr, valamint a úgynevezett facilitátor programról is, amelyel kifejezetten az infokommunikációs innovatív ötleteknek a nemzetközi piacra lépését, juttatását fogjuk segíteni. Digitális kompetenciafejlesztésről szintén esett már szó. Itt a pénzügyi keretek miatt vetítem föl mindenképpen ezt a diát. Tehát egy jelentős összeg áll rendelkezésre, hogy az első 100 ezer főre, és még ugyanekkora összeg a következő 100 ezer főnek a kiképzésére. Itt ugye felnőttek oktatásáról, motivációjáról beszélünk, készségfejlesztéséről, és azokra szeretnénk koncentrálni első körben, akiknek semmilyen tudásuk nincs az informatikában. Miért fontos? Esélyt adjuk a munkahely szerzés. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok helyen munkaerő hiány van, ugyanakkor nagyon sokan nem találnak munkát. Utóbbi probléma részben abból fakad, hogy bizony a szükséges digitális készségekkel nem rendelkeznek. Tehát ez a program, hogy sikeres legyen, kiemelkedő fontosságú és alapvető annak érdekében, hogy munkahely teremtésben előrelépjünk. Antenna Hungária immár másfél éve állami tulajdonban van. De már említettem őket a kormányzati hálózatfejlesztés területén. Úgy gondoljuk, hogy bebizonyítottuk, hogy az állam jógazda tud lenni. Az Antenna Hungária alaptevékenysége, műsorszórás is tudott bővülni, tehát jóval nagyobb a korábbiakhoz képest a csatorna választék. Megjelent egy új ingyenes HD minőségű csatorna. A vezeték nélküli kompetencia központ szerepet kívánjuk az Antenna Hungáriának adni már a jelenben és a jövőben is. Tehát ugye kiválóan alkalmas arra, hogy bármilyen vezeték nélküli megoldást biztosítson a kormányzat részére. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy ahogy a távközlési cégek is egyre inkább látják, hogy a normál, hagyományos távközlési témákról a multimédia, OTT irányba kell fordulni, mert ez már a jelen és a jövő egyre inkább ezen dolgozik az Antenna Hungária. Tehát, hogy a legújabb trendek követése az nem marad el, és sőt, azzal, hogy állami tulajdonú társaság, ez csak korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt
tud kapni, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy triple play szolgáltatással is már rendelkezik az Antenna Hungária. És egy ilyen belső műhelytitkot hadd áruljak el, hogy ugye a cégvásárlási folyamatban, amikor alkudoztunk a vételáron, ez volt az egyik mondásunk, hogy hát nem tud triple play-t nyújtani. Ezzel nyilván valamennyivel lejjebb tudtuk vinni az árat, hát most már tud. Tehát azt gondolom, hogy ennél többet nem kell mondanom. Vitu Telekom World számairól más aspektusban már esett szó. Itt most azt hangsúlyoznám ki, hogy mi az, amit mi szakmai oldalon hozzá tudtunk tenni a rendezvényhez. Ugye itt az itt ülők talán nem biztos, hogy tudják, hogy ezt szinte teljes egészében az ITO az, aki szakmai szempontból szervezi normálisan ezt a rendezvényt. Tehát ő keres egy helyet, oda megy, és ő az összes előadót és egyebet leszervezi. Ez volt az első alkalom, hogy ez máshogy volt. Tehát itt nagyon komoly beleszólása volt a magyar szervezőknek abba, nekünk abba, hogy milyen szakmai témák kapnak helyet, kik lesznek az előadók az egyes kerekasztalokban. Tehát jóval nagyobb volt a szakmai kontroll és a szakmai tartalom magyar részről az ITU Telekom World-be. Nagyon fontos, hogy miniszterelnöki szintet értük el, ami nyilván az egész szektornak egy jelentős figyelmet adott, és ezt nagyon komoly eredménynek gondoljuk. Számos nemzetközi kétoldalú egyeztetésre került sor ugye rendezvény kapcsán, itt volt tényleg a félvilág, tehát nagyon komoly előrelépések történtek a nemzetközi kapcsolatépítésben. Nagyon fontos, hogy a Magyar Pavilon 24 kiállítója kiváló munkát végzett, és mindig élettel volt teli a pavilon, folyamatos szakmai programok mentek a rendezvény teljes időszaka alatt, tehát nem az volt, mint általában egy ilyen rendezvényen, hogy így néhányan lézengenek adott esetben a pavilonban, hanem folyamatosan jelen voltak az érdeklődők, és ne felejtsük el, hogy ez a Budapest Call for Action című nyilatkozatot miniszteri szinten, hogy a Varga miniszter úr Magyarország részéről fogadta el, amelynek a fő üzenete, hogy az innovációt fel kell gyorsítani, de ugye a végén a cél az mindig az, hogy a mindennapi életet tegye könnyebbé és jobbá az innováció. Köszönöm szépen a figyelmüket!